Ismét akcióba léptek a PET kalózok. Ezúttal Tisza Becse és Vásáros Namény Gergely Ugorna között tették tisztába a térség legnagyobb folyóját. Múlt hétfőn indultak, és vízi alkalmatosságaikkal a hétvégén értek partot. Hogy ezúttal mennyi hulladéktól mentesítették a Tiszát, az is kiderül hamarosan, és hogy még mivel várjuk Önöket, azt pedig már is mutatjuk. Üdvözlöm Önöket! Csengeri beruházások, bővül az ipari park és a bölcsöde is. Sikeres volt az újabb PET kupa, ezúttal is sokan segítették a Tisza megtisztítását. Aranyérdemrend, kitüntetést kapott a Nyíregyházi Egyetem volt tanszékvezetője. Tovább bővül Csenger ipari parkja. A fejlesztésnek köszönhetően még több embernek tudnak majd munkát biztosítani a településen. A határmenti városban egyébként sok más településhez hasonlóan idén-nyáron már programokat is szerveznek, jelenleg is zajlik a Csak Fesztivál, erről is szót ejtünk hamarosan, kezdjük azért a beruházásokkal, a település polgármesterével, Fórián Zsolttal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szerkesztő úr! És akkor kezdjük az ipari parkkal, hiszen két ütemben épül ki, itt jelenleg zajlik-e már a termelés, vannak-e már beköltözött cégek, vagy mikorra várható az, hogy egyáltalán átadják ezt a parkot? Pár évvel ezelőtt meg kellett vásároljuk a területet az ipari parkban, és miután az önkormányzat megvette, akkor ugye meg tudtuk terveztetni, engedélyes terveket készítettünk el róla, és kerestük hozzá azt az anyagi forrást, amiből meg tudjuk valósítani. A meglévő ipari parkba is kellett még közművet létesítenünk, hiszen egy új 6 méter széles utat kellett építeni, vízgáz villanyt be kellett még vigyük, és a mellette lévő új ipari parknak a közművesítését is megoldottuk. Miniszterelnök úr, mikor látogatást tett Csengerben, akkor kértük tőle azt, hogy támogassa ezt az ipari park fejlesztés 650 millió forinttal, meg is kaptuk akkor miniszterelnök úrtól ezt a támogatást, és jelen pillanatban az első ütemét megvalósítottuk az ipari parknak, amelyben egy 6 méter széles utat építettünk, ahogy már elmondtam, a régi ipari parknak a közönösítését is megvalósítottuk, valamint felparcelláztuk a telkeket. Már egy tulajdonos vásárolt is benne területet, és most jelen pillanatban tárgyalunk egy butorgyárral, bízunk benne, hogy ők is mi hamarabb ide tudnak majd hozzánk érkezni. Fontosnak tartottuk azt, hogy az ipari park második ütemében, amelyet elnyertünk Európai Uniós támogatásból, köszönhetően Kovács Sándor képviselőnek is a segítségét, hiszen 700 millió forintot nyertünk. Abban pedig meg fogunk valósítani egy úgymond inkubátorházat, egy új épületet fogunk felhúzni az ipari parkban. Készülni szeretnénk a debreceni BMW-hez egy olyan bedolgozó üzemgyárral, amely Csengerben is meg tudna valósulni, és nem titok ez, hiszen muszáj abba az irányba elmozdulni, amelyben a bedolgozó iparban is, és a kisvállalkozókat is meg tudnánk egybe szólítani az ipari parkon belül, akár helyi vállalkozókat, akár odatelepülő vállalkozókat is, de muszáj nekik is lehetőséget adjunk, akár épületekkel, akár üres telekkel, de teljesen közművesítve. Akkor azért jó sok cég költözhet be erre a területre, hiszen akkor két ipari parkról beszélünk valójában. Mekkora területet fed le ez az ipari park, vagy a kettő együtt összesen? A kettő együtt 100 hektárt összesen fed le. Nyilván nincs teljes 100 hektár beépítve, de annyi területtel el tudunk indulni, amely egy-egy új üzemnek a betelepítését megvalósítaná, hiszen nálunk már nagyobb cipőgyárak is vannak, ugye a Szamos Kft., Szamos Kölyök cipőt, ha így biztosan ismerik a tévénézők is, valamint a Josef Seibel cipőket gyártják még ott a városunkban, és több kisebb üzem is van Csengerben, és ezért szeretnénk, hogy még több üzem létesüljön, még nagyobb lehetősége legyen az embereknek a munkahely választásában és a munkáknak az elérésében is. Érdeklődők akkor vannak ezek szerint, még várnak újabbakat is, vagy most már azt mondhatjuk, hogy a betervezett terület betelt az eddigi érdeklődőkkel? Nem, még, sajnos nem telt be, tehát további, további cégek akkor jelentkezhetnek. Az ipari parkról a jövőben még úgy érzem, sokat fogunk beszélni az átadását követően. Folytassuk most az aktuális vagy közelmúltban történt beruházásokkal. Az épület korszerűsítések, bővítések azért úgy gondolom Csengerben is
szépen sorjában haladnak, melyek azok a intézmények, amiknél most történik bővítés, akár felújítás? Először is nagyon büszkék voltunk arra, hogy az új buszpályaudvart meg tudtuk építeni, hiszen Csengerben organikus épületek vannak, Makulya Cimre és tervező csoportja által tervezte épületünk 18 van most már ezzel az új buszpályaudvarral, és fontosnak tartottuk, hogy egy 21. századi buszpályaudvart tudjunk építeni a Csenger és térségében élő embereknek, az utazó közönségnek, valamint megépítettük az új bölcsődét. A kormányprogramnak hála egyre több gyerek születik Csengerben is, és két csoportszobást építettünk, de most már tele van, várólista alakult ki, és ezért megnyertük a bővítését is, 170 millió forintot nyertünk a magyar kormánytól, és egy pluszba két csoportszobával fogjuk megbővíteni a csengeri bölcsődét. A napokban elkezdődik a fejlesztése és a bővítése is a bölcsinek, és nyilván azért is kezdtünk el ezekbe a szolgáltatás fejlesztésekben is, hiszen 4 évvel ezelőtt megnyertünk még egy új börtönberuházást és az ipari park szélébe, és tudjuk azt, hogyha 250 új munkahely lesz a városban, akkor ugye abból nyilván fognak oda is költözni, helyben is tudjuk marasztalni a fiatalokat, haza is fognak költözni, és zömében fiatalokról van szó, és ezért kell felkészülnünk ezen szolgáltatásokkal, mint bölcsőde, óvoda, buszpályaudvar, közlekedés, stb. Tehát akkor a bölcsőde bővül, ezek a gyerekek, akik nagyobb létszámban esetleg oda járnak, akkor nekik lesz helyük utána óvodában is. Tehát az óvodai férőhelyek akkor lefedik, gondolom, a bölcsődé. Így van, két óvodánk van, mind a kettő fel van újítva, már most a nagyobbik, az újabb óvodában már nyilván lesz majd most felújítás is, hiszen már rá fog férni, de gyakorlatilag hely van mind a két óvodában a bölcsődéből oda kerülő gyerekek számára. Beszélünk a közlekedésfejlesztésről, azért aki Csengerben jár, láthatja maga is, hogy történnek ezen a téren is fejlesztések. Itt, hogyha jól tudom, a buszpályaudvar felújítása mellett az út felújítások is folyamatosan zajlanak. Melyik részeken, belterületi vagy inkább külterületi részeken újulnak meg az utak? Csengerváros önkormányzata azt a célt tűzte ki, hogy minden évben egy-egy utat azért felújítunk, és megcsináltunk most is többet az elmúlt években. Idén elnyertük az Alkotmány utcát, egy BMS pályázatból a teljes felújítását, valamint beadtunk egy komplett új útnak az építését, a Csenger központját elkerülő mezőgazdasági út építésére. Ez egy teljesen aszfaltozott út lenne, a cipőgyár előtt menne fel, és már akik jártak, arra hogy tudják, és a vízműtelepnél jönnek ki ez az elkerülő út. Nagyon fontos, hiszen Csenger egy mezőgazdasági város, és nagyon sok gép jár, nagyon sok, mikor a termény betakarítás van, akkor nagyon nehéz ezeknek a nagy gépeknek is a központba elfordulni, és ezért úgy gondoltuk, hogy segítsük nyilván a mezőgazdasági vállalkozókat, de a helyi embereket is, hogy jobban tudjanak egymás mellett elférni, ezért egy elkerülő útnak a pályázatát adtuk be, ez már most be van adva, és nagyon bízunk abba is, hogy pozitív döntést fogunk kapni. Voltak egyébként ebből akár balesetek is, ezért volt szükség erre a beruházásra, vagy szimplán a komfort mind a mezőgazdasági gépek közlekedőknek, mind a többi közlekedőknek, ennek a javítása volt a cél? Sajnos a tavalyi ősz nagyon esős volt, csapadékos, és a gépek ugye felhozták a sarat, gyakorlatilag csúszósá vált teljesen az úttest, és több koccanásos baleset volt. Ezért gondoltuk úgy, hogy minél kevesebb balesettel tudjuk a betakarításokat megvalósítani Csengerben, hogy ezt az elkelő utat megépítsük. Térjünk vissza egy kicsit az intézményekhez, nem ejtettünk még szót a tűzoltóság épületéről, ahol úgy hallottam, hogy ott is lesznek újabb fejlesztések. Igen, egy pár éve építettünk egy új tűzoltó laktanyát, teljes önkormányzati fenntartásban van, valamint állami támogatást is kapunk hozzá, de most egy új tűzoltó fecskendőt vettünk, egy MAN-t, egy 70 millió forintért Róhu pályázatba, tehát egy román-magyar pályázatba nyertük meg, és ez már egy terepes tűzoltógépjármű, tehát könnyen el tud menni terepen, ha erdőtűz van, vagy valahol földúton kell lemenni, akkor könnyebben le fog tudni menni. Ezt a gépjárművet 1-2 hónapon belül fogjuk majd üzembe helyezni, most van az engedélyeknek a megszerzése, és bízunk benne, hogy hamar fogja a szolgálatát tenni. Hogyha már tűzoltók, akkor ne hagyjuk ki a mentőket se. Azért halljuk már egy ideje, hogy esett kocsi érkezhet Csengerbe. Erre még, ha jól tudom, nem került sor, de erre is a közeljövőben sor kerülhet.
Igen, tavaly kaptunk egy új mentőgépjárművet, fel kell újítsuk most a mentőállomásunkat, meg fogjuk bővíteni, és már úgy bővítjük meg, hogy amennyiben megkapjuk az új esetkocsit, akkor már neki is legyen ott helye. Az ígéret megvan rá, mind Kocsmáros főorvos úrtól, mind pedig Csató főigazgató úrtól kaptunk ígéretet arra, hogy Csengerben egy új esetkocsit, vagy népnyelvén rohamkocsit fogunk kapni. Nagyon fontos azért, mert Máté Szalkához, Fehérgyarmathoz, ahol vannak ilyen esetkocsik, messze vagyunk. Egyrészt ugye Kacskaringa is úton lehet eljutni, és több falunk keresztül, falvakon keresztül, és úgy gondoltuk, hogy az a térség is megérdemel egy ilyen esetkocsit, és kértük a lehetőséget arra. Már tárgyaltunk a mentőtisztekkel is, mi abban segítjük a mentőknek a munkáját, hogy felújítjuk magát a mentőállomást, és azon mentőtiszteknek, akik Csengerbe költöznek, ingyen adjuk a lakhatást, csak a rezsit kell nekik kifizetni. És ez nem is csak a csengerieknek, hanem a környékbeli települések lakóinak is nagy segítség lesz. Nagyon kevés idő marad, de a programokra azért mindenképpen ejtsünk szót. Mindenek előtt a most zajló Csak Fesztiválon, ami pénteken rajtolt. Miről van szó? Lehet, hogy sokaknak még nem ismerősen Csengernek a neve. Hogy kell elképzelni ezt a fesztivált, kiknek szól? Igen, a Csak az a Csengeri Alkotóközpontnak a rövidítése. Eszenyi Enikő Csenger szülöttje, Kossuth Díjas művésznő érkezett hozzánk, és azt mondta, hogy szeretne egy ilyen fesztivált beindítani, amivel nyilván majd a helyi embereknek a turisztikából adódóan megélhetése is lesz, valamint a helyi vállalkozóknak, ugye a többen látogatnak majd el Csengerbe, akkor nyilván ott fogják a pénzüket költeni, és azt mondta Enikő, hogy ezt elkezdjük egy hetes programsorozattal, jelen pillanatban a helyi fiatalokat is beveszi ebbe a programba, és nagyon sok fiatalt képez a színművészet irányába, és mindig egy-egy darabot bemutatnak. Nagyon híres zongoraművészek voltak most Csengerbe, aztán Fran Palermo koncertet adtak pár nappal ezelőtt, Mester Dávid zongorestjét hallhattuk meg operaénekesekkel, tehát egy kicsit a kultúrát is behozza a városba, és azért örülünk neki, mert mi ezt a csengeri programsorozatokra is rá tudjuk majd utána húzni, hiszen a augusztus 20-ai Szent István napi rendezvény nekünk, az Almanap majd utána, ami szeptember 10-11-én következik. Ez mind egy programsorozatba fog beépülni, és szeretnénk mi is úgy, mint akár dunántúli városok is, egy olyan programsorozatot adni az itt élőknek, az ide látogatóknak, amiért majd érdemes lesz eljönni a városba. Legyen így. Köszönjük szépen, polgármester úr! Köszönöm a lehetőséget is. Mint egy 6 tonna szemétől tisztították meg a Tiszát a petkalózok. A 15 csapat múlt hétfőn Tiszabecsről indult, a verseny pedig a hétvégén Vásárosnamén Gergely ugornyánál ért véget. Idén debütált a Ponton konvoj is, amely főleg az utolsó napokban a panyolai nomád körülmények között nyújtott nagy segítséget a közel 300 résztvevőnek. Betekintesz engem, a szerelem, nálad nélkül mit ér az életem? Köszönöm szépen, hogy együtt énekeltünk megint. És ezzel most, ezzel az énekkel és ezzel a pillanattal a 9. Petkupát megnyitom. Múlt hét hétfőn készítettük ezeket a felvételeket Tiszabecsnél. A Tisza partján 15 csapat, 50 kenu és közel 300 ember készült, hogy elrajtoljanak, és egy héten keresztül versenyszinten gyűjtsék a szemetet a folyóból és ártereiből. A 9. Petkupa útvonala főként az Ukrajnával közös határvizeken haladt. Szatmárcsekén, Tivadaron és Panyolán át a 60 folyam kilométeres szakasz végállomása Vásárosnamény Gergely-ugornya volt. Az elmúlt néhány nap nagyon izgalmas volt, és nagyon sűrű. Sok kihívással kellett szembenézni. Így igazi kaland volt, mondhatni ez a kupa. Ugyanis először egy viharral indultunk, aztán volt nagyon magas vízünk, nagyon alacsony vízünk. Van, amikor nagyon vitt a víz, van, amikor abszolút nem. Valahogy úgy éreztük, hogy mindig a kicsit az időjárás pont ellenünk dolgozik, de mindenhova sikerült megérkezni, mindenhol sikerült kikötnünk, ahol terveztük, úgyhogy ilyen szempontból egy kisebb győzelemnek ez az idei kupa. Hulladék szempontjából azt lehet mondani, hogy szerencsére az előző évekhez képest kicsit kevesebb hulladék gyűjt össze.
a csapatok nagyon lelkesek voltak, és nagyon sok helyen kiszálltak. Viszont azt vettük észre, hogy nagyon sok helyen üres kézzel térnek vissza az ártérből. Látom egy nagy kör, de ilyen egy-egy darabok vannak. Szerencsére, tehát örülünk. Mi a helyzet van itt, szemét? Nem tudom, nagyon meredek a hal. Láttam fel, de négy palackot találtam csak. Tiszta volt, úgyhogy nem sokat tudtunk összeszedni. Csalódottságot érzek a hangotokban. Nagyon örülünk neki, hogy csak ennyi dolgunk volt. És semmi nincs, se szemét, se szudom. Nagyon fura lett a Tisza. Igen, most úgy megyünk, hogy ilyen egyesével is megállunk, mert tegnap inkább az olyanokat kerestük, ahol többen, de nem olyan találtunk soha. Az előző években ezen a területen végzett hulladékgyűjtősi akcióink mondhatni jól sikerültek, hiszen a 3-4-5 évvel ezelőtti áradásokkal érkezett hulladékokat már nem találták meg, csak az utóbbi 1-2 évnek a árvizei által hozott hulladékot sikerült kitermelni, ugyanis az előző években ezeket ugye mindig felszámoltuk. Ezt abból gondoljuk, hogy régen bárhol kiszálltak a kalózok, akkor valamit találtak. Most viszont ténylegesen keresni kellett a hulladékot. Ehhez képest ez a 6 tonna nem is olyan rossz eredmény, és egy hát, hogy reméljük, hogy ez egy tendencia is lesz. Az időjárás volt az egyedüli kihívás, mert a felső szakaszon nagyon nagy vízhozammal, nagyon gyorsan haladtunk, nagyon nehéz volt kikötni emiatt. Itt ezen a területen sokkal sekélyebb vizek szoktak lenni, sok-sok lapállyal vagy palallyal, ahogy errefelé mondják. Így nehezebb volt az első napon a hulladékgyűjtés, és igazából az első szakaszon inkább csak a túlélésért küzdöttek a csapatok, hiszen 12-15 km/órás vízzel jöttünk lefelé, míg mondjuk egy lejjebbi szakaszon 3-4, akár még ennél is lassabb folyóval találkozunk. Rengeteg zátonyt kellett kerülgetni, kidőlt fákat, tehát eléggé kalandos volt az első nap, hulladék szempontjából viszont így visszafogott volt. Bár a térképezésünk ezen a területen nem mutatott olyan sok hulladékot, így aztán azokat a pontokat, amiket korábban a térképezés alapján fölvettünk az alkalmazásba, a threshold alkalmazásban, azokat sikerült kitisztítani, de új helyeket nem nagyon találtunk. Ugye mondtad, hogy most azért kevesebb hulladékot tudtatok összegyűjteni, mint az előző években, de azért azt tudjuk, hogy ezeken a hulladékokon látszik, hogy most azon magyar felirat van, vagy más. Idén mit tapasztaltatok? Honnan volt a legtöbb hulladék? Az idei 9. felső-tiszai petkupa Tiszabecsről indult, és Vásárosnaményben volt a befutó. Így azt lehet mondani, hogy nagyobb Romániából érkező folyók nincsenek ezen a területen. A túr az, ami befolyik három helyen, de ő nem annyira, tehát nem hoz nagy hulladék mennyiséget. Így román hulladékkal alig találkoztunk, tehát hogy nagyon kevés. Magyar hulladékkal találkoztunk, ez több volt, mint a román természetesen. Tehát ilyen 1% román, mondjuk 5%-nyi magyar hulladék, és a maradék 90 fölötti százalék az mind ukrán felirattal vagy Ukrajnából érkező hulladék volt, de hát erre is számítottunk, hiszen itt a Tisza pont ezzel a nagy folyásával, a gyors folyásával hozza az Ukrajnából a hulladékot. A jellege volt furcsa, mert hogy rengeteg üveg hulladékot találtunk. Itt legalább 3-4-szer annyi üveg gyűlt össze, mint a lejjebbi szakaszokon. Hiszen ugye nehezebb az üveg, bár ugye levegő van benne, általában rácsavart kupakkal találjuk meg ezeket az ártérben, de ugye a nagy sodrás után, amikor belassul a folyó, és bármilyen ártéri részre kikerül, onnan már nehezebben tudja a víz tovább mozgatni az üveghulladékot, tehát igazából az üvegnek az aránya az volt a meglepő. Nekünk volt egy tiszai expedíciónk előtte,
ami nagyon jól mutatta a hulladék különbözőséget, vagy hogy hol járunk. Fönt a forrásvidéken, amikor már elkezd a folyóba duzzadni, akkor nagyon, nagyon sok zacskót találunk a fákon. Tehát úgy néz ki, mint egy május fa, csak zacskókból van feldíszítve, és ahogy kezdünk egyre közeledni a magyar határ felé, ez a hulladék megváltozik üvegre és PET-palackra, és ahogy mondtam, ugye itt ezen a részen az üveg nagy arányban volt, és ez az, ami a lenti részeken meg visszább fogódik, és mondhatni, hogy a PET-palack lesz az egyeduralkodó a lejjebbi altiszai részeken. Az, hogy idén jóval kevesebb hulladékot tudtatok összegyűjteni, ugye az egyrészt a ti előző évi munkátok, de mi az, ami még segítette, vagy előnyére vált ennek a kevés hulladéknak? Ugye Vásárosnaminnál van a kármentesítési pontja a vízügyi igazgatóságnak. Itt rengeteg hulladékot fölfog a vízügy, ahol mi is ugye segítünk ennek a szelektálásában. Ezért is választottuk a fölötte lévő szakaszt, és meglepően láttuk azt, hogy az előző évekhez képest sokkal gyorsabb a folyó, ezért az árvizeknél kevesebb hulladékot tesz ki, mint amire számítottunk, meg ami az előzetes térképezésünk mutatott. A mostani PET-kupát nem befolyásolták ezek a kivételi pontok, hiszen Vásárosnemény pont, ahol kiszálltunk a Gergely-Ugornyai strand alatt helyezkedik el ez a kármentesítési pont, ami azt jelenti, hogy pont a fölötte fejeztük be a PET-kupát, illetve a Szamoson működik egy ugyanilyen létesítmény, ugye, ami meg pont Gergely-Ugornya fölött érkezik a Szamos a Tiszába. Tehát azt lehet mondani, hogy a vízügynek a hatása, ezeknek a kivételi pontoknak a hatása ezen a mennyiségen nem mutatkozik. Tehát ez ténylegesen a belépő hulladék mennyiséget mutatja, amit most találtunk. Természetesen egy utómonitoring fog bekövetkezni még ebben az évben, tehát ezt a területet, hogyha nem jön árvíz, akkor nagyon jól fel tudjuk térképezni télen, amikor már a zöld növényzet úgymond elhal, és belátható az egész ártér hosszan, hogy mik azok a pontok, amiket esetleg nem találtunk meg így a nyár folyamán, és akkor ugye ezeket esetleg valami téli szedés alkalmával fogjuk megtisztítani. Mi lesz a sorsa ennek a most összeszedett 6 tonna hulladéknak? A 6 tonna hulladékot szétválogattuk különböző frakciók, hulladékáramok szerint, így külön üveg, fém, műanyag, a műanyagokat különböző fajtáikra is válogattuk, illetve a PET-palackokat színre is válogattuk, illetve hát ugye a kupakokat leszedtük róla, hiszen ez egy másik típusú anyag, műanyag anyagból van. Így aztán azt lehet mondani, hogy tényleg amennyire lehetett szétválogattuk, és a különböző szolgáltató, akik átveszik ezeket a hulladékáramokat, ők ezeket visszaforgatják a körforgásba. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a kommunális hulladék az összegyűjtötteknek így a 20-30%-a, tehát nagyjából olyan 70%-ra tesszük azt, ami ténylegesen újra hasznosul valamilyen formában. A versenyhez Tiszabecsnél csatlakozott a PET-kupa Tisza expedíciója, amely július második felében a Tisza forrásától, Kárpátaljáról indult el, a felső tiszai verseny végeztével pedig egészen a Duna torkolatáig megy tovább. A másfél hónapig tartó túra során a szakemberek az ukrán, román és a szerb Tisza szakaszok szennyezettségéről is pontosabb képet kapnak. Idén először pedig a ponton konvoj, vagyis egy 3 konténerből álló, vízen úszó, zuhanyzó, raktár és főzésre alkalmas közösségi tér növelte a résztvevők komfortérzetét. A Tisza idén 1027 zsák hulladéktól tisztult meg, hála a petkalózoknak. Arany érdemrend az Osztrák Köztársaság szolgálatáért kitüntetést kapott Ausztria tiszteletbeli konzulja.
a Nyíregyházi Egyetem korábbi tanszékvezetője július végén Budapesten az osztrák nagykövettől vette át az elismerést. Mindenekelőtt gratulálunk a kitüntetéshez dr. Barabás Lászlónak, Ausztria tiszteletbeli konzuljának. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a gratulációt! Kezdjük azzal, hogy kiknek és milyen munkáért jár ez az elismerés, egyáltalán milyen sűrűn adják át. Mit kell erről a kitüntetésről tudni? Hát az osztrák kitüntetési rendszer 15 eleme van összességében, ez körülbelül a középtájon helyezkedik el. Tehát lehet tudni, hogy a legelső két kategória, ez a császároknak, királyoknak, államfőknek van fenntartva. Tehát igazából egy elég becses kitüntetésről van szó. Akiknek adományozzák, azoknak valamilyen szempontból olyan teljesítmény van a hátuk mögött, amit az osztrák államfő érdemesnek tart külön elismerésben részesíteni. Ez bármelyik területen lehetséges, lehet politikai terület, kultúra, sport, nemzetközi kapcsolatok, vagy gazdasági kapcsolatok, ez nincsen megkötve, de mindenképpen elsősorban az osztrák érdekeket kell, hogy képviselje az a tevékenység. Van egy kimondott indoklás ilyenkor, amit a kitüntetés átadásakor elmondanak, és hogyha igen, az ön esetében mi volt az, hogy kimondottan, amivel kiérdemelte ezt az elismerést? Van ilyen, teljesen természetesen, van egy laudáció, ezt említette a nagykövet, mondta el, és abban igazából egy ilyen áttekintő, összefoglaló tevékenység lista volt benne, amit az ember elmúlt évtizedekben végzett. És külön kiemeltem mondjuk azt, hogy amit én is szándékaim szerint mindig teszek, hogy ezen kapcsolatok ápolása közben, ahogy előbb említettem, hogy osztrák érdekeket kell képviselni, mind a két fél járjon jól. Tehát legalább annyi előnye származzon ebből a magyar félnek, és a mindenkori magyar félnek, mint az osztráknak. De pontosan ezt az erősséget emelte ki a nagykövet is. Mióta tiszteletbeli konzulja Ausztriának? 13 éve. És hogy lesz egy egyetemi oktatóból tiszteletbeli konzul? Azért ez egy nem szokványos karrierút. Gondolom én, hogy azért hasonló területtel foglalkozott ön már az egyetemen, illetve akkor még főiskolán. Mi kellett ehhez a váltáshoz? Hát valóban így van, hogy egyetem is akkorom óta foglalkozom nemzetközi kapcsolatokkal, elsősorban a német nyelv területet szűző kapcsolatokkal, ezért is én magam is németes voltam, vagyok, tehát ez önmagában nem újdonság. Ami viszont a konkrét helyzet keletkezését illeti, azt magam sem tudom, hogy miért, annak idején az osztrák állam kinézte, hogy Kelet-Magyarországon is kellene egy konzuli képviseletet létesíteni, és Nyíregyházát választották, és akkor megkeresték az akkori polgármesterasszonyt, hogy tegyen személyi javaslatot, hogy ki lehetne a tiszteletbeli konzul. Ő tett és két szemét javasolt, a papírgyárnak az akkori igazgatóját, ugye osztrák tulajdonban van a papírgyár, illetőleg a német tanszékvezetőjét javasolta. Az osztrák fél a gazdaságból szerette volna, hogy legyen ez a tiszteletbeli konzul, úgyhogy valóban a papírgyár igazgatója Sándor Sándor lett a tiszteletbeli konzul. Egy időt aztán ő nyugdíjba ment el és költözött a városból, és akkor aztán megkerestek engem, és akkor mi lenne most. És hát ez így alakult ki. Tehát voltak éppen a német nyelvterülethez fűződő kapcsolataim adták az alapot ehhez. Egyéb iránt a tiszteletbeli konzulok általában a világban hát anyagilag jól elevesztett emberek, azt kell mondani, úgyhogy vagyunk néhányan, akik mondjuk a felsőoktatásból jöttünk, kivételt képezzük. Mi a különbség egyébként a konzul és a tiszteletbeli konzul között? Sokak azért inkább csak a konzuli címet ismerik. Mi az, amit a mindennapokban csinál egy tiszteletbeli konzul? Hát a különbség, amire kérdez, az lényeges. Egy konzul egy hivatásos diplomata, neki ez a fő foglalkozása. Tehát valamilyen külképviseletnek az alkalmazottja. Míg a tiszteletbeli konzul pedig döntően az illető ország állampolgárának kell legyen. Tehát itt nem lehet egy osztrák például, de magyar állampolgárnak kell alapvetően lenni hozzá, és segíti a hivatásos diplomáciát.
Biztos nem egyszerű azért az elmúlt 13 évből konkrét példákat kiemelni, de azért tegyünk egy próbát, mik azok az eredményei, amik az ön tiszteletbeli konzuli hivatása alatt születtek meg Ausztria és Nyíregyháza, illetve hát Magyarország között, amik esetleg hozzájárulhattak ahhoz, hogy most ezt a kitüntetést megkapja. Mik voltak ezek a fő eredmények? Hát vannak a kötelező feladatok, ezek kevésbé lélekemelőek, mert általában hivatali munka. Illetve vannak aztán a szabadon választottak, ha lehet ilyet mondani, és ott embernek meglehetősen nagy mozgás tere van. És hát inkább a szabadon választott területekben lehet olyan előnyökre szert tenni, idézőbe téve az előnyöket, amik felhívják az ember tevékenységére a figyelmet. És hát a hivatali tevékenység mellett éppen ma reggel is valaki, egy osztrák állampolgár fennakadt az ukrán határon, mert ott derült ki a határőrnél során, hogy lejárt a útlevele. És akkor reggel 7 órakor van a telefonon, mert segítséget kér, hogy akkor mit lehet ilyen esetben tenni. Tehát ezek a kötelező feladatok, amelyek saját maga választ, ezek részben gazdasági jellegűek, részben kulturális, vagy kapcsolatközvetítő jellegűek. Mondjuk egy konkrét példa, hogyha ezt szeretné hallani, az, hogy egyik nagy osztrák banknak Nyíregyházára települt egy ilyen ügyfélközpont, telefonos ügyfélközpontja, de ebben igen jelentős részem volt nekem is annak idején. Vagy éppen most van alakulóban az, hogy az egyetlen, aki szintén említett, neki ausztriai kapcsolata létesülne egy hasonló profilú felső ausztriai tartománybeli osztrák intézménnyel, ahol az agrárképzést szeretnék meghonosítani, nincsen nekik, szeretnék igénybe venni ezt a tudást, ami itt van, remélem, hogy sikerülni fog. Sok tehát a kapcsolat és az együttműködés tehát akkor Ausztriával, és cégek is azért vannak, osztrák cégek a megyében, gondolom ez is volt az egyik oka, hogy annak idején ezt a pozíciót létrehozták itt Nyíregyházán. Milyen területeket fednek le ezek az osztrák cégek itt kimondottan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? A megyét emlegeti, de tudni kell, hogy a tisztelő konzuli körzet, mert van ilyen, az három megyét foglal magában, Borsodabahui, Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar, tehát a három megye tartozik hozzám ebből a szempontból, mint konzuli körzet, és itt elég sok osztrák cég van, részben élelmiszeripariak, itt ha megyét kérdezi, akkor az Asztia Juice vagy a Rauchot lehet említeni, ők itt azért már meglehetősen gyökere teresztett cégek, de hát más megyékben, a két másik szomszédos megyében, ott elsősorban fémipari, fennfeldolgozói, infrastruktúrák kiszolgáló létesítményekről van szó, mondjuk egy vaskúti karbantartó üzemre. A címhez gratulálunk még egyszer, és köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk a műsorban. Köszönöm a gratulációt, szívesen! Legközelebb jövő hét hétfőn láthatják a 35 percet, várjuk Önöket akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm már a figyelmüket, további szép hetet kívánok!